Rákbetegnek lenni nagyon nehéz. A Magyar Hospice Alapítvány már több mint 30 éve segíti komplex ellátással a már nem gyógyítható daganatos betegeket és családjaikat. Küldetésükről az alapítvány főorvos igazgatója, Mozbek Katalin beszélt az érdeklődőknek. Bérces Edit ultramaratoni futó világbajnok 12 esztendeje az édesapját veszítette el. A halála előtt két nappal volt egy nagyon komoly vitám a házi orvossal, aki éppen a hospice szolgálat megvonásával fenyegetett minket, akkor, hogyha mi nem engedjük az úgynevezett elfekvőbe őt, aminek aztán úgy lett vége, hogy otthon, amire az úgynevezett betegszállító jött volna, addigra már nem azt az autót kellett hívni. A hospice szolgáltatása betegeknek és családjuknak segít megtalálni a nyugodt, emberi körülmények közötti békét az élet utolsó szakaszában. A Magyar Hospice Alapítvány célja, hogy a hazai mozgalmat népszerűsítse és lehetőséget biztosítson azoknak, akiknek szükségük van az ellátásra. Itt a régióban is megvan az otthoni ellátásnak a lehetősége. Ez nagyon fontos, hogyha egy ilyen súlyos beteg kerül ebbe a helyzetbe, akkor tudják a családok azt, hogy egy hospice számot föl kell hívni, és kimegy térítésmentesen az orvos, a nővér, a gyógytornász, és segít abban, hogy ezek a tünetek és a szenvedés enyhüljön. Az alapítvány igazgatóját Barabás Éva műsorvezető kérdezte. Édesanyja halálakor döntött úgy, hogy önkéntesként szeretne részt venni a hospice munkában. Az, akinek a hiány fáj, mesélne másnak, de úgy érzi, hogy ez terhes a másiknak, a rokonnak, a barátnak, ezért magában hordja, ezért abból csak egy fájdalom marad, és egyedüllét, és magányérzet. És a hospice pont abban tud segíteni, hogy megtanuljunk együtt élni a hiánnyal, és aztán ez a hiány is segítség legyen számunkra, illetve azzal együtt legyünk kerek egész. A Most múlik című irodalmi válogatás kötet az alapítvány 30. születésnapja alkalmából jelent meg. 30 magyar író, költő írásai találhatók meg ebben. A gondosan kiválogatott gyönyörű művek az emberi méltóság különféle aspektusait járják körbe. Ezek az írások is segítik eljuttatni a hospice üzenetét, nem vagy egyedül.